Óriás Schnauzer. Egy rendkívül impozáns, szakállas, nagytestű kutya, nagyon élénk vérmérsékletű, temperamentumos, aki szereti a sportos életmódot, való neki egy jó óriás Schnauzer. A Schnauzerekben van még a közép, illetve a törpeméret is. A törpeméret inkább családi kedvencnek, egy kellemes társnak való. Középmérettel az elmúlt évtizedek során nem is találkoztam, szerintem nagyon ritka ez a méret. Óriás Schnauzerek gyakran felbukkannak a kutyaiskolán. A fegyveres testületeknél nem terjedtek el, mert a szőrüket kezelni kell, egy évben kétszer legalább trimmelni kell, és így a gazdaságossági tényezők miatt kimaradtak a fegyveres testületeknél a járőrszolgálati munkából, illetve az idegrendszeri sajátosságaik nem tették lehetővé a gazdaváltást. A 80-as években még őrzővédő sportban találkoztunk a pályán óriás Schnauzerrel, és a volt NDK területéről nagyon jó kutyák kerültek be, illetve olyan minőségű munkát produkáltak, hogy fel tudták venni a versenyt az akkori német juhász kutyákkal, rottweilerekkel és dobermanokkal. Napjainkban egyre kevesebb óriás Schnauzerrel találkozunk a munkaversenyeken. Azt gondolom, hogy a kereslet nagyon megcsappant, illetve az óriás Schnauzer már csak egy nagyon szűk réteget vonz, akik szeretik ezt a fajtát, ők tenyésztik és igyekeznek gondoskodni a kutya küllemének a rögzítéséről. A pszichikai tulajdonságait tekintve az elmúlt évek során olyan Schnauzerek bukkantak fel a kutyaiskolán, melyek alkalmasak voltak az engedelmességi, ügyességi gyakorlatoknak a megtanulására gyorsan, szívesen együttműködtek a vezetőjükkel, megfelelő kontaktust tudtak kialakítani a vezetőjükkel. Őrzővédő munkában pedig a módszereink odafinomodtak, hogy képesek vagyunk egy kicsit érzékenyebb, idegrendszeri sajátosságokkal bíró Schnauzert is felkészíteni egy tenyészszemlére, illetve nagyon sok rendszeres szakszerű munkával akár egy munkavizsgára is el lehet juttatni, de az általános pszichikai képességeit tekintve azért a többi őrzővédő fajta alatt marad. Képességeit tekintve ez azt jelenti, hogy sokkal több időt és energiát kell a gazdának ráfordítani, ahogy egy valamilyen szintű munkát tudjon produkálni a kutyája. A Schnauzernél fontos, hogy ugatós fajta, tehát aki a nyugalmat szereti, az inkább más fajtát válasszon. Egy temperamentumos, élénk vérmérsékletű kutya, a jelző kutyának remek lehet egy kertes családi házban. A kutyaiskolán felbukkanó gazdák között gyakran gyerekes családok jönnek, és arról számoltak be, hogy nagyon kellemes partner, vigyáz a gyerekekre, és szívesen játszik velük, úgyhogy akár családban gyerekek mellé is ajánlható.